Vendégváró, a VGKL hangos hírmondójának riportsorozata. Kultúra, szórakozás, közélet, megküzdési stratégiák a műsorvezetővel, Miksődai Csabával. Vendégváró. Online adások, nem csak online témákról. A VGKL hangos hírmondójának vendégváró rovatával köszönti Önöket a képszerkesztő Bönde Katalin és a műsorvezető Miks Rédai Csaba. A mai adásban az ECDC Találd meg a helyed és a Foglalkoztatás 2020 projekt munkatársával Házi Tamással beszélgetünk. Szerbusz Tamás! Üdvözlök mindenkit! Szia Csabi! Miben különbözik ez a két projekt, hiszen ha valaki felületesen nézi meg, mind a két projekt a munkába állást és az álláskeresést hivatott elősegíteni? Az ECDC projekt inkább egy marketing jellegű projekt, ugye itt a diplomás látássérültekkel foglalkozunk. Megmutatjuk nekik, hogy működik a nyílt munkaerőpiac világa, illetve ennek a projektnek a keretében még sikeres látássérültek klubját is vállaltunk. Itt egyetemekkel vagyunk szoros együttműködésben. Vendégeket szoktam meghívni, és a vendégek megosztják az érdeklődőkkel a tapasztalataikat, hogy hogyan boldogulnak a tanulmányaik során és a munkavállalások során, mik azok a nehézségek, amiket nekik le kell tudni küzdeni, és ezeket hogyan oldják meg. A Foglalkoztatás 2020-as projekt viszont ez már egy teljesen más jellegű, tehát ott konkrétan igyekszünk munkát adni a látássérültek kezébe, tehát munkalehetőségeket kínálunk a látássérülteknek, és igyekszünk őket elhelyezni a nyílt munkaerőpiacon. Ez a kettő közt a különbség. Ugye ez nem kötött diplomához, igyekszünk úgy válogatni, illetve úgy találni munkákat, hogy mindenki megtalálja a számításait. Ha nem sértek meg senkit ezzel, az alacsony iskolázottságúaktól kezdve az igen magasan kvalifikáltakig. De egyébként ezelőtt dolgoztál nyílt munkaerőpiacon? Én egy országosan is elég nagy cégnek számító HR cégnél dolgoztam. Munkaerő kölcsönzéssel, közvetítéssel foglalkoztam, illetve a rehabágazatot menedzseltem. Illetve volt egy call center, aminek szintén én voltam a vezetője, de a call center az tulajdonképpen a rehabilitációs ágazatnak az eddig tartó pillére volt. Mi hozta az életedbe, hogy te munkaerő közvetítéssel, illetve munkaerő kölcsönzéssel kezdtél el foglalkozni? Hát ez egy érdekes kérdés. Igazából én a Miskolc Egyetemen végeztem, nekem jogi területen szerzett végzettségem van. Az élet úgy hozta, hogy inkább a HR terület felé kezdtem el kacsingatni. Tehát mondhatom azt, hogy ha újra választhatnék pályát, akkor inkább a HR lenne az, ami hozzám közelebb áll. A jog az inkább egy szélesebb látó. Nekem. Tehát ugye tudom, hogy hová nyúljak, mik azok az eszközök, amiket megfoghatok, és ezeket hogyan használhatom. Tehát végül is egy erős alapműveltséget adott, de tényleg inkább a HR, ami hozzám közel áll, szeretek emberekkel foglalkozni. Mivel szembesülsz, mi az, amit általában el kell magyarázni azoknak, akik munkát keresnek, és eddig nem találtak? Mi az, amit biztosan el kell kerülni egy állásinterjún? Én úgy gondolom, és ez nem kifejezetten a látássérültekre, hanem a magyar munkavállalási morálra vetíteném ki ezt az egészet, hogy azt kell megérteni egy potenciális munkavállalónak, hogy nem a munka van érte, hanem ő van a munkáért. Hogyha valaki nagyon rászorul arra, hogy munkát szeretne, akkor én úgy gondolom, hogy nem szabad válogatni, hanem el kell fogadni azt, ami van, és igazából ezt lehet egy ugródeszkának is használni, tehát közben lehet munkát keresni, olyat, ami a kvalitásainak megfelelő, és amit jobban szeretne csinálni, de úgy gondolom, hogy jelen gazdasági helyzetet nézve főleg, szerintem mindenki vállalja el azt, amit az élet elég ördít. Ez csak a privát véleményem, hogy mindenképpen ragadjuk meg a munkát. Ugye sokat interjúztattam az előző munkahelyemen, és leginkább fogyatékkal érőket. És a legfontosabb a magabiztosság. Tehát, hogy ne azt hangsúlyozzuk ki, hogy mi miben vagyunk gyengék, nekünk ez miért nem fog menni, hanem már a HR-est arról kell meggyőzni, hogy mi az én erősségem, mik a mi erősségeink, illetve hogyha valamit mondjuk nehezen tudok megoldani. Vegyünk például egy irodai adminisztratív jellegű munkát, ahol ugye számítógép előtt történik a munkavégzés többnyire, akkor egy látássérültek nem azt kell hangsúlyozni, hogy én ezt nem látom, ez nekem nem fog menni, hanem mondjuk egy adott feladatkört én úgy tudok ellátni, hogy beszélőt használok, nekem szükséges egy ilyen eszköz, illetve nagyító programot fogok igénybe venni. Tehát inkább azt kell hangsúlyozni tényleg, hogy hogyan tudom megoldani azokat a problémákat, amik esetleg felmerülhetnek. Magabiztosnak kell lenni, nem szabad belevágni a HR-esnek a szavába, tehát magas lovon sem szabad ülni,
viszont alárendelt szerepben sem szabad lenni. Érezze a magabiztosságot, szerintem ez az egyik legfontosabb. Jó pár éve elérhető az ingyenes képernyőolvasó szoftver az NVDA, illetve néhány éve már van országlicenc is a JAWS-hoz, amely eddig fizetős szoftver volt, esetleg pályázatokkal lehetett elérni a korlátlan használhatóságot. Hogy látod, ezeknek a figyelembevételével mennyire nőtt meg a kereslet a látássérültek iránt a nyílt munkaerőpiacon, akárha a call centeres, akárha adminisztratív munkaköröket nézünk? Nagy segítség, mert ugye egy multit nézünk, akkor ők nem szeretnek kifejezetten speciális eszközökre költeni, viszont hogyha van egy olyan, ami ingyenes, akkor ez nekik nagy előnyt jelent. Tehát nem azért nem költenek, mert nem tudnak, vagy nincs rá kapacitásuk, hanem azért, mert ez nekik nyűg. Nekem ez a tapasztalatom. Ha már valami ingyen van, akkor örülékenyebben fog menni a dolog. Általában milyen munkakörök vannak a foglalkoztatás 20-20 projektben a jelentkezők számára? Beszélnék egy kicsit akkor a projektről, hogy ez hogy indult, illetve hogy jutottunk el idáig, hogy ezt bevállaltuk. A tavalyi évben az EMMI, illetve az NFSK jóvoltából valósult meg ez a projekt. Korábban a VDK még nem vállalt kísérletet elhelyezésre, viszont úgy gondoltuk, hogy próbáljuk meg, hiszen jelenleg ugye azért a vírus helyzet is nehezíti nem csak a látássérültek, hanem ha fogalmazhatok így, az épp munkavállalók elhelyezkedését is, és úgy gondoltuk, hogy akkor ebben hatható segítséget próbálunk nyújtani a látássérülteknek, hogy mindenki megtalálja, illetve a hozzánk jelentkezők megtalálják a számításaikat, illetve el tudjanak helyezkedni. Tagjaink között volt egy előzetes felmérés, tehát egy ilyen munkaerőpiaci státuszra vonatkozó felmérés, hogy ki az, aki dolgozik, ki az, aki nem, vagy elveszítette az állását, illetve ki az, aki jelenleg dolgozik ugyan, de szeretne váltani, tehát nem elégedett a jelenlegi munkájával és egy jobb munkalehetőség reményében szerencsét próbál a máshol. Tehát igazából minden látássérültnek szól ez a program, nem csak a tagjainknak, hanem mindenkinek, aki regisztrál a honlapunkon, ugye a vdk.com honlapon lehet regisztrálni. Van ott egy ilyen kocka, munkaerőpiaci szolgáltatás, erre kell rákattintani. Van ott egy kérdőív, ezt kell kitölteni, ezeket az adatokat én megkapom e-mailben, egy-két munkanapon belül fel is hívom a jelöltet. Nyilván egy személyes találkozóra is szükség van, hogy az együttműködési szerződést aláírjuk, tehát ugye ezeket nekünk le kell dokumentálni. Ez nem jár semmilyen kötelezettséggel, sem részünkről, sem a jelentkező részéről. Ezek formaságok, de ezt az együttműködést ezt mindenképpen alá kell írnia annak, aki segítségünket kéri ebben. Az idei évben kezdtem el konkrétan felvenni a nyílt munkaerőpiaci munkáltatókkal a kapcsolatot. Itt a Workforce Kft-vel sikerült már megállapodni, illetve a DPD-vel, még tavaly. A DPD most egyelőre még pozíciókat nem adott meg, valószínűleg ilyen teleszélszes, telefonos munkaköröket fognak megadni. A Workforce-nál viszont olyan munkavállalót keresnek, aki valamennyit azért lát, te tudsz szkennelni, tehát ilyen egyszerű irodai munkakörre keresnek ott látássérült munkavállalót, illetve valószínűleg a jövő hónap elején toborzónak szeretnének felvenni látássérülteket, tehát ugye a toborzó, az tulajdonképpen, mivel itt egy HR cégről van szó, munkaerő kölcsönzés a fő profil, ezért ugye ez úgy néz ki, hogy megadnak egy adott cégnek a pozícióját, és akkor arra egy adott listából kell jelölteket találni. Tehát ezek azok, amik kilátásban vannak, több céggel tárgyalok egyébként. Ezek a lezárások, illetve hogy mindenki home office-ban dolgozik, ez kicsit nehezíti az én munkámat is, de rajta vagyok, dolgozok rajta, úgyhogy igyekezni fogok. Igazából nem vagyunk elkésve, a projekt egész évre vonatkozik, tehát az egész évet lefedi, úgyhogy egyáltalán ne essen kétségbe senki, hogyha nem sikerült érdemben előrelépni. Én úgy gondolom, hogy mindenkinek egyaránt fogok tudni segíteni. Számít-e az, hogy a munkavállalók milyen munkaköröket keresnek? Nyilván számít, de azt is kell nézni, hogy itt ennek a projektnek a keretében csak kifejezetten látássérültekkel tudunk foglalkozni, és ezért egy látássérültnek ugye elég behatároltak a lehetőségei. Tehát nem mehet el kamionsofőrnek, nem vezethet
szereplőt. Takarítónak éppen elmehet, aki gyengén látó, de mondjuk egy alig látó, illetve egy vak munkavállaló már ezt a feladatkört nem tudja elvégezni. Sales-es értékesítői feladatkör, én úgy gondolom, hogy telefonon, mert ugye egy sales-esnek sokszor menni kell ki külső helyszínre, tehát mobilisnek kell lenni. Ez egy látássérült esetében nem feltétlenül tud megvalósulni. Én mindenképpen helyhez kötött, illetve irodai munka az, amit el tudok képzelni, illetve számítógép előtt végzendő munka. Látássérültek is ilyen munkaköröket keresnek, tehát azért ez mindenki tisztában van, hogy nem fog tudni elmenni egy gyárba, ahol mondjuk vegyszerekkel foglalkoznak, illetve nyilván az üzemorvossal fogja átengedni. Tehát én mindenképpen irodai munkát tudok csak elképzelni, egy telefonos munkát. Miben más ez a munkaerőközvetítés, amit ti ajánlotok, ahhoz képest, ami mondjuk a Jobline-on vagy a Workforce-nál zajlik, hogyha valaki oda regisztrál be közvetlenül? Tehát egy munkaerőközvetítési szolgáltatásnak egy elég horribilis díja van általában. Tehát, hogyha megkeresnek egy ilyen HR céget, akkor ez ugyan a munkavállalónak nem kerül semmibe, viszont a két együttműködő partner, tehát a HR cég, illetve a HR cég partnere, elég komoly költségeket számolnak el egymással, tehát ennek van egy egyszeri díja, ami ezért elég magas szokott lenni. Egy garanciális időt is ki szoktak kötni, tehát hogyha a munkavállaló valamilyen oknál fogva vagy felmond, vagy elküldik, tehát hogy megszűnik a munkaviszonya, akkor a HR cégnek kötelessége egy hónapon belül pótolni ezt a munkaerőt. Nálunk viszont ugye nincs díj, tehát ez annyiban különbözik, hogy nincs díj, tehát könnyebben fogunk tudni, könnyebben tudunk megállapodni partnerekkel, mert ugye mi nem kérünk érte pénzt, nem is kérhetünk érte ennek a projektnek a keretében. Úgy gondolom, hogy nagyobb az együttműködési hajlandóság a partnerek részéről, illetve itt nincs garanciális idő. Illetve itt nincsenek kötelezettségek, tehát hogyha megszűnik a munkavállaló munkaviszonya az együttműködő partnernél, akkor mi nem vagyunk kötelesek pótolni. Hát nyilván azért igyekszünk majd, de kötelezettséget nem vállalunk erre. Hát nagyjából így tudnám összefoglalni, hogy ez a különbség. Az AC/DC projektnél lehetett olyanokat is olvasni, hogy akár stylist bevonásával lehet konzultálni arról, hogy hogyan is érdemes megjelenni egy állásinterjún. A foglalkoztatás 2020 projektben mennyire van erre lehetőség, mennyire tudtok ezekben a dolgokban segítséget nyújtani? Van egy ilyen része ennek a projektnek, tehát a munkaerőpiaci szolgáltatás, viszont pályaorientációs szaktanácsadást is végzünk ennek a projektnek a keretében. Dobos Marian kolléganő foglalkozik ezzel, illetve pszichológiai önismereti konzultációkat is tartunk. Hálnagy Krisztina pszichológus kolléganő van ebben a segítségemre, ezeket ők tartják. Hogy hogyan kell öltözködni egy interjún? Én ezt nagyon röviden össze tudnám foglalni. Férfiaknál a legegyszerűbb a dolog, ink, öltöny és egy öltönyhöz illő cipő. Hát szerintem ez a legegyszerűbb, esetleg egy nyakkendő. A hölgyeknél azért már jobban lehet variálni a dolgokat. Inget, hogyha valaki felvesz, azzal semmi gond nincs. Csinosan kell megjelenni, nyilván nem szabad túlcizellálni a dolgokat, stílusosan kell megjelenni. Mondom, a férfiaknál azért egyszerűbb, a hölgyeknél azért nagyobb a választék, hogy mit lehet felvenni, illetve hogy lehet megjelenni. Szerinted mik azok a munkakörök, amelyeket tényleg el tud látni látássérült, 100%-ban sikerélménye is van, és a többi kolléga sem érzi úgy, hogy kaptak a nyakukba egy, szigorúan szólva, koloncot? Itt szintén ugyanazt tudom mondani, amit az előbb, hogy telefonos munka, illetve irodai, adminisztratív jellegű munkák azok, ahol. Én úgy gondolom, hogy egy nagyobb cégnél, egy multinál több pozíció létezik. Illetve mondjuk egy HR koordinátor is olyan jellegű munka lehet, amit el tud végezni egy látássérült. Mondjuk a HR-nél azért ugye egy interjúztatásnál nagyon fontos a testbeszéd, amit látni kell. Oda kell figyelni bizonyos mimikákra. De én úgy gondolom, a HR is lehet egy olyan terület, ahol egy látássérült megtalálja a számításait. Nyilván ide azért kell iskolai végzettség, azért nem árt egy idegen nyelvtudás. A CS is ilyen egyébként, tehát a tele-CS is ilyen, ahol mondjuk egy idegen nyelvtudás azért előnyt jelenthet. De én úgy gondolom, hogy ha valaki elindul egy telefonos operátorként, vagy egy adminisztrátorként, és ezt a munkát, amit rábíznak, ezt maximálisan el tudja végezni, jól is végzi a munkáját, akkor idővel ezen a ranglétrán feljebb fog tudni lépni. Oda fognak ráfigyelni. Nyilván sokkal jobban odafigyelnek egy megváltozott munkaképességűre, látássérültre, mint bárkire, mert ugye speciális. Tehát éppen ezért a sikereit, vagy azt, hogy jól teljesít, ez is hamarabb fel fog tűnni.
és így kiemelkedhet esetleg a többiek közül, és feljebb is léphet ezen a ranglétrán. Tehát bizonyítani kell tudni. Említetted a telefonos munkakört. Néhány évvel ezelőtt még problémát jelentett ezeknek a nagy központoknak a használhatósága ernyőolvasóval. Hogy látod, a különböző multik mennyire figyelnek oda, hogy ezeket a szoftvereket akadálymentesítsék, vagy a képernyőolvasókat fejlesztő cégek mennyire tudnak segíteni ezeknek a cégeknek abban, hogy ezek a szoftverek használhatóak legyenek JAWS-zal vagy NVDA-val? Szerintem abszolút. Egyébként ez csak saját tapasztalatom, hogy a legtöbb call center vagy a Calgo-t használja, vagy pedig a Virtual Call Center nevű programot. Ezek a programok egyébként kompatibilisek a beszélő programokkal, felolvasó programokkal. Így van, illetve nem csak a beszélő kompatibilis, hanem a Virtual Call Centernél, illetve a Calgo-nál voltak olyan fejlesztések is, hogy mik azok a gyors billentyűk, amivel a legegyszerűbben lehet ezeket használni, tehát ilyen szinten is igyekeztek akadálymentesíteni, hogy gyors billentyűket találtak ki ezeknek a segítségére, hogy jobban tudják használni. Sajnos a műsoridőnk véges. Mit üzennél a hallgatóknak, nézőknek? Én azt üzenném, hogy attól, hogy valaki rosszul lát, attól, hogy valaki valamilyen fogyatékkal él, ne keseredjen el. Lehet, hogy nem fog találni munkát egy hónapon belül, lehet, hogy nem fog találni munkát egy éven belül. Én úgy gondolom, hogy ha valaki kitartó, akkor mindig lesz olyan, ahol el fog tudni helyezkedni, tehát mindig gördül az útjába olyan munkalehetőség, amit érdemes megragadni. Nyilván ez kitartónak kell lenni, elkeseredni nem szabad, mert ha elkeseredik az ember, akkor azokat sem fogja észrevenni, amiket esetleg ki tudna használni, azokat a lehetőségeket. Én rengeteg új információt tudtam tőled meg, köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm. Nagyon sok sikeres munkavállalót kívánok neked, és azt, hogy a projekt tovább tudjon dübörögni, és hogy ez a projekt legyen akár 2021, vagy 22, vagy ameddig szükség van rá. Szervusz, Tamás! Hát az már nem rajtam múlik igazából, tehát azt, hogy írjak egy pályázatot a következő évre, remélem, hogy igen. Ha igen, akkor meg fogjuk pályázni, és sikerrel fogjuk abszolválni, én úgy gondolom. Köszönöm szépen a jó tanácsokat! Én pedig önöknek a figyelmet búcsúzik már a képszerkesztő Bönde Katalin és a műsorvezető Miksrédai Csaba. Ajánlom figyelmükbe az Egyesület weboldalát, vgkl.com, a közösségi civil szervezők, illetve a műsor Facebook oldalát, illetve e-mail címét hangoshirmondo@vgkl.com. Kövessék figyelemmel tartalmainkat, illetve a Hobby Rádió tartalmait is. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, hiszen itt a korábbi tartalmakat is megtekinthetik. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, a viszontlátásra, a viszont hallásra. Vendégváró, a VGK hangos hírmondójának riportsorozata. Kultúra, szórakozás, közélet, megküzdési stratégiák a műsorvezetővel, Miksrédai Csabával. Vendégváró. Online adások, nem csak online témákról.